Egy ehhez hasonló bécsi barokk tálalószekrényt, a hozzátartozó asztalt és négy széket vette a később sértetté vált férfi. Az antik bútorok meglehetősen rossz állapotban voltak, ezért restaurátort keresett, aki felújítja azokat. Ez a régi kapcsolatja egy tofos ablak, az egész lehet látni. Fölül kempálva és ez a bortívás ezzel és ehhez hasonló videókkal hirdette a munkáit a férfi, akit végül a tulajdonos megbízott a felújításokkal. Az egész országban láthatóak a munkái, és rendszeresen szerepelt a médiában is. Ezúttal a vád szerint viszont első ízben 700 000 forintot kért az átvert kölesdi lakostól. A pénzt meg is kapta, majd még két másik antik eszköz restaurálásáért újabb 350 000-et. Csak hogy a hetek, hónapok teltek, a bútorok pedig valamilyen különös ok miatt sosem jutottak vissza a tulajdonosukhoz, és az összegeket sem utalták neki vissza. A sértett ekkor tett feljelentést, a csalás miatt indult büntetőügyben most született ítélet. A szekszárdi járásbíróság csalás büntettében mondta ki a vádlottat bűnösnek, ezért több büntetést is kiszabott vele szemben, hiszen már korábban többször is volt büntetve. Egyrészt 2 év 3 hónap végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és 375 000 forint pénzbüntetést is kiszabott a vádlottal szemben. Vagyis az ügyfelét átverő, korábban a munkáért kitüntetett restaurátornak az elsőfokú ítélet szerint börtönbe kell mennie. Ráadásul több időt is tölt majd ott, mint amennyit most kiszabott a bíró. A bíróság emellett elrendelte egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is, hiszen a vádlott jelen bűncselekményt a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, mert a vádlott és az ügyvédje fellebbeztek.